Kézilabdázók a futballpályán. A felkészülés ezen időszakában megszokott, hogy a csarnok mellett a szabadban is gyűjtik a kilométereket a játékosok. Nyírbátorban az első két hétben napközis rendszerben készültek a kézilabdázók, aki meg tudta oldani, ott volt a délelőtti edzésen, majd délután már a teremben teljes létszámmal még mindig az erőnléti munkán volt a hangsúly. Az első közös edzésen nem kellett sok időt fordítani az új játékosok bemutatására, ugyanis mindössze egy érkezővel bővült a keret. Egy csapatnak, hogyha együtt marad, az előnyére válik nyilvánvaló minden sportágban. Az összeszokottság, illetve a szisztematikus munka az mindig behozza hosszú távon a gyümölcsét, megérleli a gyümölcsét, és az idén ez szintén reményre ad okot, már pedig olyan módon, hogy ugye megerősítettük egy fővel a keretet, ami olyan poszt volt, ahol szükségességét láttuk. Páncél Zoltánt igazoltuk a nyíregyházi csapattól, és nem titkoltan azzal a céllal vágunk neki ennek a bajnokságnak, hogy szeretnénk az északkeleti csoportot megnyerni. Csapos János irányításával a negyedik idénynek vág neki a nyírbátori együttes. Az edző szerint jó alapokról kezdhették el a munkát. Az első év ugye a csapatépítéssel ment el, bár jó eredmény, jó helyen végeztünk, kicsit azért a szerencsének is betudom. A második évben kicsit lecsúsztunk egy erősebb, szerintem akkor egy erősebb bajnokságban a dobogóról. A tavaly ugye egy csonka szezon volt, de nekünk a tavasz az, ami igazából jó szokott sikerülni. Sajnos itt a három mérkőzés után véget ért a vagy hát lefújták a bajnokságot, biztos, hogy jöttünk volna fel, ahogy szoktunk, hát innen folytatjuk a melót. Egyes embereknél a fizikális fejlődést szeretném elérni, a többi pedig a csapat részegységeket úgy összekovácsolni, hogy igazából, ha bárki esetleg ebbe a gyors mai modern kézilabdába nem is az, hogy kiesik akár sérülés miatt, vagy éppen nem bírja azt a 10-20 percet, akkor a váltótárs az úgy tudjon beilleszkedni abba a figurába, vagy abba a mozgásba, hogy a csapatnak a mozgásába az ne látszódjon meg. A bajnoki cím megszerzése ezúttal nem jelent automatikus feljutást, így a nyírbátoriaknak nem csak az elsőségre, hanem minél több pont begyűjtésére is törekedniük kell. Jövőre átszervezik a bajnokságot, a második vonaltól, tehát a jelenlegi NB1B-től lefelé. Ez azt jelenti, hogy egyetlen a jelenlegi két csoportos NB1B helyett egy csoport marad, és az NB2-es 6 csoportból, a 6 bajnokból, kettő legtöbb pontot szerzett csapat jut egyeneságon föl a NB1B-s egycsoportos NB1B-be. Ezek közé szeretnénk mi is bekerülni. A klub a felnőtt csapat mellett 7 utánpótlás együttes is versenyezhet a következő idényben. Csapos János csapat a szeptember 13-án Kazincbarcikán lép pályára bajnoki nyitófordulóban.